Szeretném bemutatni a szakmai stábot, illetve az új játékosokat. Az újonnan igazolt játékosok, valamint a szakmai stáb bemutatásával kezdődött a DKK a szezonnyitó sajtótájékoztatója. Ahogyan arról már beszámoltunk, a dunaújvárosiaknál folytatja pályafutását Kovács Anna, Szalai Babett, Oguntója Viktória, Hajtai Vanessa, valamint Termány Rita is. Szemenyei István ügyvezető hozzátette. A vezető edző továbbra is Mátéfi Eszter lesz. Az edzői stábban szerepel továbbá György László, Farkas Andrea, valamint az előző szezon végén visszavonult Ferling Bernadett. Én úgy gondolom, hogy ez az összetételű csapat alkalmas arra, hogy igazán jó eredményeket tudjon elérni. Mátéfi Eszter az együttes vezetőedzője kiemelte. Bár elégedett az elmúlt két szezonban megszerzett negyedik hellyel, a következő évben szeretne a dobogón végezni. Azért Siófok is erősödött, a Fehérvár is erősödött, hát a Győr, a Fradi ott vannak az élen, az Érd is idegen légiósokat igazolt. Hát mi szeretnénk a saját utunkat járni, ahogy eddig is a saját utunkat jártuk, és abban bízom, hogy idén talán föl tudjuk tenni az írapontot, hogy ha már oda kerülünk a legjobb négy csapat közé, akkor esetleg egy érmet tudunk szerezni. De ez még egy hosszú folyamat. Ráhangoló előkészületi edzések lesznek, ott a harmadik héten már edzőtábor jellegű munkát végzünk. A szakvezető a felkészüléssel kapcsolatban elmondta, napi három edzéssel készülnek a következő szezon megpróbáltatásaira. Kiemelte, ebben az évben az együttes nem utazik külföldre, a teljes előszezont a Dunaújvárosban töltik majd. Mátéfi Eszter tanítványai a csaknem 8 hetes felkészülési időszak alatt két tornán vesznek részt. A női NB1-es kézilabda bajnokság szeptember 2-án kezdődik.